Sziasztok srácok, a mai témánk nem más, mint hogy miért is hagytam abba a Cségót. Hát ennek igazából hosszú története van. Elsősorban, hogy engem már szíven szúrt, hogy ugye az Infernót átalakították. Sokan tudjátok, hogy nekem ez volt a kedvenc pályám, és igazából az összes meccsem körülbelül ezen a mappon volt lejátszva. Nem tudom, ez a pálya nekem mindig szimpatikus volt, fogalmam sincs, hogy miért. Tudtam rajta az összes smoke-ot, a wallbang-eket és az egyéb kis dolgokat. Aztán rájöttek, hogy egyre butább update-eket hoznak be a játékba. Ugye sokan rájöttek, hogy igazából full hülyeség ez a graffitis dolog is. Általa én is rájöttem, hogy itt valami nem okés. Nem is volt vele gond, de aztán észrevettem, hogy a játék már nem adja vissza nekem azt az élvezetet, amikor én megszereztem ezt a játékot 2 évvel ezelőtt. Akkor igazából öröm volt leülni játszani, nem volt gond, hogy elbuktuk a meccset, mert igazából nem csalták ránk a játékot, és igazából sokkal jobb volt. Jöttek a csalók, és mostanában, ugye 1/2 évvel ezelőtt kezdődött igazából ez a dolog, hogy nem volt olyan meccs, ahol ne kaptunk volna csalót. És aki ismer engem, azt tudja, hogy én nem szeretek csalók ellen játszani, szóval én olyankor vagy kiafkolok, vagy kilépek a meccsből. De azért voltak olyan pillanataink, nem egyedül, hanem például Attilával vagy Narancsol, amikor komoly tryhardokat toltunk ellenük, és igazából megnyertük a játékot. És sokáig abban a hitben voltam, hogy nekem a Cségó az a játék, amit igazából soha az életben nem fogok letenni, mert körülbelül olyan, mint egy cigi, hogyha elkezded, akkor nem bírsz vele leállni, mert függőséget okoz konkrétan, de hát nem, srácok, már körülbelül 1/2 éve nem játszok úgy a Cségóval, hogy én például hazaérek és letalok egy meccset. Igazából a Cségóba be se lépek, csak hogyha esetleg valami live-ot láttok, ami Cségóval kapcsolatos. És igen, igazából le tudtam tenni, le lehet tenni a Cségót. Én is abban voltam, hogy nem lehet. A Narancs is abban a tudatban volt, hogy ő se tudja letenni. Neki eleinte naponta kellett menni meccset, hogy abba tudja hagyni. De mára már, hál' Istennek, nem játszik vele ő se én. És igazából azért is kezdtem el cségózni, mert ugye, hogyha visszatekerünk az időbe, körülbelül 2010-ben, akkor én kezdtem el az 1.6-ot, amiben igazából nem azt a sikert értem el, de számomra nagyon meghatározó pillanat volt, amikor megismertem ott pár embert, és velük át tudtam jönni cségóra, vagy akár ugye 1.6-on volt nekem egy szerverem, amit igazából én megkaptam, nem én konfigúrtam, meg stb., csak egy tulajdonos voltam rajta, és nagyon tetszett így maga a társaság, és gondoltam azt, hogy újítunk egy kis gépet, ami igazából hosszú idő volt, hogy menjen rajta a Cségó 60 FPS-sel low grafikán, de hál' Istennek ez sikerült, és elkezdtük a Cségót, ahol igazából elég sok csapatba jártam, ugye mindegyik ilyen baráti alapon épült fel, és igazából teljesen nagyon jó volt így barátokkal játszani, akikkel például 2 évvel azelőtt te, nem tudom, metineztél, vagy akármi. És igazából szüneteltettem tavaly február után a játékot, mert nekem voltak skinjeim, amit én a nullából építettem fel. Körülbelül 600 dolláros inventorim volt akkor, amit tényleg a nullából építettem fel, 30 euróból. Talán még lesz egy olyan videóm is, ahol bemutatom azokat a skineket, amiből én ezt a 600 dolláros inventorit megcsináltam. Sőt, ide be is vágom azt a videót. És sajnos elbuktam, mert nem volt olyan kés a Cségó Dublin, amit én kiszerettem volna venni, és játszottam vele, csak hát sajnos túllőttem a célon, és elbuktam. És igen, utána szereztem megint a nullából kést, skineket, akkor ugye megint elkezdtem a Cségót rendszeresen játszani, csapatot keresni, új mappokat tanulni, ami ugye a Mirage volt, meg stb. És igazából most kicsit előreugrunk az időben mostanra, mert elég sokan kerestek meg azzal, hogy én miért hagytam abba a Cségót, hogy hova tűntek a skinjeim, hogy azért hagytam abba, mert elbuktam megint a késeimet, mert nem egy késem volt ugye. És nem elbuktam a késeimet, toltam egy teljesen nagy
Cellautót mondhatni Cellautnak, mert eladtam az összes skinemet, ami volt igazából Cségúba. És hogy miért hagytam abba, szerintem azt most 5 pontba meg fogom nektek válaszolni. Legelső pontom, hogy én miért hagytam abba Cségút, az nem más, mint a csalók. Szóval nincs olyan meccs, ahol ne találná csalót konkrétan. A második a felesleges update-ek, amik igazából tényleg nem tudom, hogy minek jönnek be. Igazából sokkal jobb dolgokat lehetne csinálni. De hát ezt is tudjátok, ezt nem kell nekem ragozni. Ő a harmadik, az ugye az, hogy aki régen cségózott, az tudja, hogy már nem olyan a játékélmény, mint akár 2 vagy 3 évvel ezelőtt volt. Szóval, aki ilyen nagyon retro játékos, az biztos tudja, hogy milyen volt akkor a csé és milyen most. Ő a negyedik, nekem már a játék nem nyújt élvezetet. Ő most mondhatom azt, hogy a PUBG-t megvettem, és ennek köszönhetően igazából abbahagytam a cségót, mert ez így van. A PUBG-nek köszönhetem, mert a PUBG az ugyanazt az élményt nyújtja nekem, mint annó a cségó. Szóval igazából öröm leülni játszani, és öröm megnyerni egy meccset, ugyanez volt cségóba is annó. És a ötödik, ami nálam végképp kiverte a biztosítékot, ugye nekem ez a Hydra Operation, én imádom az Operation-öket, szóval a cségóban én imádtam az összeset, igazából 2 tudtam megszerezni, mert ami előtte volt, arra sajnos nem volt akkor még pénzem, hogy én meg tudjam ezt szerezni. És igazából az ötödik ugye ez a Hydra Operation, amit igazából 6 euróba került, és te hogy ezt megveszed, és elkezdett csinálni ugye a csillagokat, és egyszerűen csak arra ébredsz rá, hogy órák hossza alatt lépsz egy fél szintet, mert igazából lecsalják még a hidrát is. Szóval fizetsz azért, hogy ellened csaljanak. Hát igazából ennyi. Röviden ennyi volt. A rövid kis tény, hogy én miért is hagytam abba, és sok kérdés megelőzően. Ugye még egyszer elmondom, hogy a skinjémet nem elbuktam, hanem eladtam őket, és lesz, szóval lesz még cségós live a csatornán, hogyha szeretnétek, akkor például írjátok meg kommentbe, vagy stb. És hogy mi az, amivel játszok? Hát szerintem azt észrevetitek, hogy a PUBG. Nos, srácok, köszönöm szépen, hogy megnéztétek ezt a videót, ha tetszik, ne felejtsen rányomni a like gombra és feliratkozni. Pacsi! Turn around and take what's mine.